Az egykori zentai textilgyár helyén kezdi meg majd működését néhány hónap múlva a Tisza cipőcsoporthoz tartozó Zentán bejegyzett Tisza Automatik Kft., amely elsősorban autóipari alkatrészek összeszerelésével foglalkozik majd. A munka várhatóan 2 hónapon belül kezdődik, körülbelül 100-120 fővel kezdünk, ebből 60 fő kéne, hogy jöjjön Magyarországra gyakorlatra, tréningre, és a következő 60 főt itt fogunk gyakorlatozni, tréningezni, ugyanis ehhez kellő, megfelelő támogatást megkapjuk a megrendelő vállalattól. A cég illetékesei már több mint 600 potenciális munkavállalót interjúoltak meg, akik közül rövidesen kiválasztják majd azt a 60 személyt, akiket Magyarországon képeznek majd ki az előírt munkafeladatok ellátására. Szeretnék kihangsúlyozni, hogy a méreteibe. Az önkormányzat vezetői sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták, az üzem létrehozása több hónapon át tartó tárgyalás sorozat előzte meg. A projektum megvalósítása most a végső fázisához érkezett. Már megindultak a megbeszélések az autóbusz szállítóvállalatokkal, mennyi kapacitásúval, hogy tudják a járatokat biztosítani, mert az első fázisokban, így mondjam, két műszakban fog a gyártás menni, tehát délelőtt és délután, tehát az éjszakai műszak még nem lesz, de lehet, hogy később az is meg fog indulni. A Tisza Automatik Kft. Illetékesei a dolgozók számát a jövőben 800-ra növelnék. A későbbiek során azonban a munkavállalók számának akár 1200-1300 főre történő bővítését sem tartják elképzelhetetlennek.